A jubileumi 25. Antenna Hungária kékes csúcsfutáson 1445 célba érkező volt. Ebből közel 400-an az újdonságként meghirdetett trailt választották. Vagyis ők nem a megszokott útvonalon, a 24-es főút aszfaltján, hanem terepen, a Mátra ösvényein csodálatos környezetben futottak fel kékestetőre. Kihívás volt a számomra, hogy háromszor lefutottam az aszfalton, akkor most fussunk már egyet terepen is. Az aszfalt az könnyebb volt, mint a terep, tehát a terep az nagyon-nagyon kemény, főleg a 9 kilométer után az valami brutál volt. Ez már ember feletti, de a terepen sokkal szebb a kilátás, mint az aszfalton. Már voltunk többször Tokajban ilyen terepversenyen, és igazából az aszfalt az úgy annyira nem volt kihívás számunkra, ezért döntöttünk emellett. Mi szeretünk futni, nem az időeredményre megyünk, hanem arra megyünk, hogy teljesítsük. Határokat szabunk ki, és azokat át kell lépni. Most sikerült. Mi együtt maradtunk, igazából megvártuk mindig egymást. Nálunk az a motto, hogy ha együtt indulunk el, akkor együtt érünk be. Azért jöttünk, hogy az ereinket, határainkat feszegessük, megtörtént. Élveztük minden pillanatát. Több mászós rész volt, ott azért néha megálltunk, pedig nem szokásunk, de nagyon élveztük, mert most mondtam, hogy jövőre itt a helyünk. Most először futottam igazából ilyen komolyabb futóversenyen, és jó alkalom volt. Miért választottad a terepet? A család miatt? Azért is, meg azért, mert számomra érdekesebbnek tűnt. Volt egy-két olyan szakasz, hogy majdnem kidőltem. Ez volt benne az emlékezetes. Mennyire volt nehéz rávenni a családot? Kaptak az alkalmon. De hát ez kb. Tegnap este dőlt el, hogy akkor futnak ők is és terepen. Én mentem előre, Ica és Koppány pedig együtt. Inkább ő bátorított, volt, hogy ő vált rám. Igen, ez elég gyakran volt. Volt, amikor nekem kellett egy kicsit bátorítanom. Ez ritkán fordult elő. Kellett rá készülni, de mi rendszeresen túrázunk. Meg szoktunk ide jönni a kékesre is túrázni. A lejtős résznél kicsit még azért belefutottunk. Itt már lassabb tempót diktáltunk már fölfelé, itt a legvégén. Az már nagyon fárasztó volt. Az elején úgy vágtunk bele, hogy lesz, ami lesz. Nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni, de pozitív hozzáállás az segített.